Kedves nézőink, kulturális ajánló műsorunk következik, de azt hiszem, hogy önök számára ez már nem volt kérdés, hiszen ha látjuk Kulcsán Lászlóné Jutkát, az EKIK igazgatóját, akkor biztos megint valami érdekes hírek, információk jutnak el önökhöz. Jutka, akkor megkérnélek. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Készülünk Máton napra. Ebben az évben, november 10-én várjuk majd a legkisebbeket a Szent Mihály térre, hiszen 11 órától és 13:30-tól múzeumpedagógiai foglalkozás keretében érdekes programnak ígérkezik, amire a Vasvári Pál Múzeum munkatársai készülnek. Hogy mit is takar ez a nap, valójában a Liba vonat zenekar fog érkezni stílusosan, Máton naphoz kapcsolódóan, interaktív gyerekprogrammal várjuk majd 11 órától az ovisokat, 13:30-tól pedig az általános iskola alsó tagozatos diákjait, és egy kis meglepetéssel is készülnek majd a kollégák, hiszen meleg teával, illetve zsíros kenyérrel, liba zsíros kenyérrel, kis falatkákkal várják majd a térre kilátogatókat. Köszönöm, de végül is ez nyitott, bárki, aki arra elnyugodtan mehet. Így van, tehát mindenki csatlakozhat, de szervezett formában általános iskolások, illetve ovis csoportoknak a jelentkezését várjuk. Hál' Istennek nagy az érdeklődés, bízunk a jó időben, és reméljük, hogy sikeres rendezvény lesz az idei is. És ugye van még gondolom, lássuk. Így van, tehát közeledik az adventi időszak, és ebben az időszakban két utazást is szervezünk. Az egyikről már esett szó, ez egy december 9-én megvalósuló program, amikor is innen Tiszavasváriból 58 fővel utazunk majd az arénába, havasi koncertre. Korlátozott számban itt még férőhelyek, illetve jegyek válthatók, úgyhogy kérek mindenkit, aki kacérkodik a gondolattal, minél hamarabb jelentkezzen, hiszen ez már karácsonyi ajándéknak is nagyszerű ajándékot lett. A másik, az egy héttel hamarabb, december 2-án lesz, egy szintén adventi program, amikor is Nagyváradra fogunk majd utazni. Hál' Istennek olyan nagy az érdeklődés, hogy 3 nap alatt egy busszal már össze is jött a társaság, és a kollégákkal úgy gondoltuk, hogy akkor egy második buszt is érdemes indítani. Erre még korlátozott számban jegyek válthatók. És tehát december 2-án lesz ez az út, 8 órakor indulunk innen a találkozások háza előtti térről, és amikor megérkezünk Nagyváradra, akkor szervezett formában megtekintjük majd a Székesegyházat, illetve a Székesegyház szomszédságában lévő püspöki palotát. Itt megnézzük Szent László Hermáját, illetve az első emeleten található egyháztörténeti kiállítást. Itt a Székesegyházban, illetve a püspöki palotában idegenvezető fog majd bennünket várni. Ezután besétálunk majd a városközpontba, és utána szabad program következik, hiszen mindenki az adventi forgatagban, az adventi vásárban szét tud nézni, és a számára kedvező programot, programlehetőséget majd itt megtalálja. És mindez, hogy mennyibe kerül, 6500 forint a részvételi díj, plusz 50 lej lesz az, amit majd a helyszínen kell fizetni a belépőkre. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, mondom, még pár helyünk van, hál' Istennek 2 busszal fogunk majd érkezni innen Tiszavasváriból. Hát köszönjük szépen, jó időt kívánok valamennyi programhoz, aztán az elkövetkezendőket meg majd meglátjuk, amikor konkrét adventi ajánlatotok lesz. Így van, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és kérem figyeljék a televízió kulturális program ajánlóját, a Vasvári Hírmondó hasábjait, Facebook oldalunkat, illetve honlapunkat.